Ezzel a nagyon egyszerű animációval mindössze annyit tudunk megnézni, hogy mi történik akkor, amikor egy permanens mágnes rudat közel viszünk egy lágy vas darabkához. Ugye az a különbség a kettő között, hogy mind a kettő jól mágnesezhető, csak amikor a lágy vasat mágnesezzük, és utána eltávolodunk, tehát megszüntetjük a külső teret, akkor ő elveszíti a mágnesességét. A permanens mágnessel ellentétben, ami valamikor föl lett mágnesezve, és akkor mágneses is maradt. Tehát hogyha, és itt pedig vasreszelék van. Tehát hogyha közel hozzuk a mágnes rudat ugye a lágyvashoz, akkor lehet látni, hogy ahogy egyre közelebb van, egyre jobban felmágneseződik a lágyvas, és ennek hatására ugye a vasreszelék, hát a vasreszeléket ez a mágnes most már ugyanúgy felmágnesezi, mint őt egyébként a mágnes rúd, és akkor természetesen magához fogja vonzani. És igen, ez a kettő is vonzani fogja egymást, mert nézzük meg, a mágnesezés úgy történik, hogyha ugye a déli pólus a kék, az északi a piros, akkor szintén déli északi, tehát a mágneses dipol momentumnak az iránya az megegyezik, tehát lefele mind a kettőé, és ezért az ellentétes pólusok kerülnek egymás közelébe. Tehát egy kezdetben nem mágneses anyagot, amikor megközelítünk egy mágnessel, de azért lehetőleg ugye ferromágneses legyen, tehát hogy lehessen mágnesezni, akkor mindenképpen vonzás fog létrejönni. Taszítás mindössze akkor lehet, hogyha nem ferromágneses anyagot, tehát diamágneses anyagot közelítünk, mert nagyon-nagyon erős mágnessel, mert az ugye nem mágnesezhető túl erősen, tehát nagyon-nagyon gyenge az effektus, tehát ilyen sima rúdmágnessel ugye esélytelen lenne próbálkozni. De vannak olyan anyagok is, a diamágnesek, amelyeknél taszítás léphet föl. És ami még itt érdekes, hogy amikor eltávolítottuk ugye a mágnes rudunkat, akkor a lágy vas elveszíti mágnesességét, és visszapereg róla ugye a vasreszelék.